Köszöntöm Önöket, ez a Paletta magazin adása. November 26-án, kedden este 3:48-kor itt a Fehérvár televízióban. Rákesz Gergely karácsonyi koncertje, Újházi Péter kiállítása és új bemutató a Vörös Marti Színházban. A Rómeó és Júlia főpróbáján járt a Paletta stábja, ezekkel foglalkozunk ma. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Ha karácsony, akkor most már lassan 2 évtizedes hagyomány már az itt Székesfehérváron, hogy hangverseny Rákesz Gergellyel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban, szervusz, örülök, hogy ismét itt vagy, így talán lemérjük mindig azt az 1 év elteltét, hiszen decemberben most is Fehérvárra készülsz. Örülök, hogy itt vagyok, meg örömmel jöttem, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. December 17-e, 18-e és hagyományos a helyszín, hiszen a Szent István Művölődési Ház az egy már jól bevált orgona koncert helyszín itt nálad. Igen, hát mondják, hogy a működő recepten ne változtass, úgyhogy a csapatom is mindig ezt mondogatja, hogyha netán valami szamárságra adnám a fejemet, de ez ritka, mert egyformán szoktuk gondolni a dolgokat. Évek óta, és most már évek óta 2 koncert ott a Szent István Művelődési Házban. Szeretjük is a helyet, az akusztikája is jó, a közönség is szereti, méltó az egész környezet ahhoz, hogy tudjunk készülődni egy kicsit az ünnepre, úgyhogy jó itt veletek találkozni Székesfehérváron. Mindig izgalmas műsorral készülsz az idei esztendőben, hogyha jól olvastam, 300 évet fog felölelni ez a műsor. Hát, hogy nálam úgy ez a standard, körülbelül 300 évet bejárni, hát ugye Bach nálam mindig van, kicsit olyan egy orgona koncert Bach nélkül, mint a kabát gomb nélkül, úgyhogy, és akkor rögtön vissza is ugrunk vele körülbelül 300 évet. Most majd egy csikókori Bach művet hozok, egy kicsit olyan érzésem van, miközben játszom, hogy Bach így a hátrafelé nézegetett a válla fölött, hogy na, néznek, hogy tetszik nekik. Annyira fiatal, olyan könnyen szerethető, olyan könnyen megbocsátható neki ez a fajta kifelé fordulás, mert aztán egyébként meg majd 100 év múlva már csak fölfelé, a Jóisten felé referál, de itt még ilyen fiatalon más se csinál, mint azt nézegető, hogy tetszik a közönségnek. Így van megírva az egész darab, egy nagyon virtuóz, nagyon izgalmas mű a C-dur preludium és fúga. Játszom 2 Bach korált, ami akkor népének volt, akkor lázadozott a gyülekezet, hogy micsoda modern, hogy lehet ilyet írni, hogy miért nem ír a szokásos stílusban Bach úr. Minden bajuk volt vele, hogy túl progresszív. Ma meg ezek olyan darabok, hogy így hátradőlünk, és itt a karácsony. Tehát, hogy kicsit relaxálunk, feltöltődünk. Eltelt 300 év, ó idők, ó erkölcsök mondanánk, és az, ami akkor progresszív volt, az ma valami csodálatosan bensőséges zene. Handel szintén a vendége a koncertnek, mert hogy kerek évfordulója van, hogy megírta a tűzijáték zenét, ezt a remek művét, a raffinált fickó volt. Jaj, nagyon szeretem Handelt, mert nem csak zeneszerzőnek kiváló, de embernek se volt utolsó, és fogok majd egy kicsit mesélni róla, hogy milyen viszonyban volt a királlyal, hogy jött ez az egész megrendelés, tehát hogy egyáltalán hogy jut valaki oda, hogy a királynak ír zenét. Meg hogy milyen volt ez a király, jófej király volt, vagy nem annyira, na erről is lesz szó. Aztán érdekes lesz, hogy végignézni, Rákóczi emlékév van, eljátszom a Rákóczi indulót, ezért aztán minden koncertemen. És ugye azt fejtegetjük majd közösen gondolkozva a közönséggel, hogy van az, hogy ezt egy francia írja meg, Hector Berlioz. De itt ez nem elég, mert ráadásul egy osztrák jegyzetből dolgozik. És még mindig nincs vége a gyalázatnak, mert hogy egy cigány banda nyomán készül az osztrák jegyzet, amiből a francia dolgozik. Szóval, hogy most félreértés ne essék, semmi baj se a franciákkal, se az osztrákokkal, se a cigánybandákkal, csak hol vagyunk mi a Rákóczi? Miért nem írjuk meg mi a Rákóczi indulót? És akkor ezt egy kicsit körüljárjuk majd a közönséggel. Talán nem baj az, hogyha a szeretet ünnepére készülődve egy kicsit azon is gondolkozunk, hogy magunkat hogy tudjuk egy kicsit jobban szeretni, mert ez erre tanít bennünket, hogy ne egy idegen vegye észre a kincseinket, hanem talán ideje volna, hogyha észrevennénk mi saját magunk is a kincseinket. Aztán hát nem véletlenül hagytam a végére, a csúcsa, az erőpontja a hangversenynek 2 mű Gustav Holsttól. Tehát, hogyha Gustav Holsztot emlegetem, akkor kevesen ugrálnak föl a képernyők előtt, hogy végre, hát eddig erre vártam, Rákász játszom végre Gustav Holsztot. Pedig
Ha nem is ismerik név szerint a zeneszerzőt, de számos alkalommal visszaköszönnek a műalkotásai, ugyanis most a Bolygók szvitjéből fogok játszani két tételt, és a Bolygók szvitnek, figyelj, Hollywood a szemét is kilopta. Olyan filmzenékben, mint a Csillagok háborúja, mint a Gyűrűk ura, mint a Karib-tenger kalózai, mint a Gladiátor. Sorba egy-egy téma, egy-egy hangulat felfedezhető, csak igen ritkán van az, hogy a mai zeneszerzők úgy megnevezik azt, hogy honnan az ihletés. Én most az ős forrást eljátszom, hogy honnan. Szinte filmzene, pedig 100 éves Gustav Holst darabja. Két tételt játszom a naprendszerünkből. Gustav Holst rajongott az asztrológiáért, és megkomponálta a naprendszert. És ebből a két bolygó, ami megszólal, a Jupiter és a Vénusz okkal, mert hogy a Jupiter a római világ főistene, a legnagyobb bolygó a naprendszerünkben, ez a férfi eszencia, nem földi értelemben, hanem az égi férfi, a kiáradó, a megtermékenyítő, a potens, a mozgó, a cselekvő, a világos. És vele szemben az ő ellentéte a női eszencia, nem földi értelemben, hanem égi értelemben, ugye a Vénusz, a befogadó, a termékeny, a szerelmes, az ölelő, a nő, a termékeny erő. És izgalmas, azt gondolom, hogy az égi férfi és az égi nő gyermekeként így a karácsonyra készülve várni azt, hogy megszületik-e az égi gyermek. És ha azt mondom, hogy a hébereknek van egy nagyon izgalmas gondolata ezzel kapcsolatban, ugye az istenüket ők Jehovának hívják, és ebből az eleje a szónak, a Jah része jelentette a kiáradót. A második része a szónak, a Hevach része jelentette, vagy jelenti a mai napig a befogadót. Hát ők úgy tekintenek az egyistenre, mint ennek a kettősségnek az egységére. Azt mondják, hogy az egyisten az mindent magában foglal. És nem mi vagyunk az egyetlen kultúra, amelyik azt mondjuk, hogy értem ez alatt a judeo-keresztény kultúrát, akik azt mondják, hogy ez a kettő alkotja az egységet, de meg elmondják ezt a taoisták keleten, amikor azt mondják, hogy itt a yin-yang, egyik oldal, másik oldal, fekete-fehér, éjszaka, nappal, ugyanez a gondolatvilág, és ha belegondolsz, akkor ott van egy keskeny út a yin-yang szimbólum közepén, amelyik összekapcsolja a két világot, és nem azzal jön Krisztus ide a földre, ha már itt a karácsony, hogy én vagyok az út, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Szóval nem ér szépen össze a két gondolat keletről nyugatra, nyugatról keletre. Úgyhogy arra gondoltam, hogy karácsonykor eljátszani az égi férfit, az égi nőt, és várni az égi gyermek születését, talán filozófiailag sem egy utolsó gondolat, ezekkel az eszenciákkal találkozni. Azért tartottam ezt fontosnak, mert sokat tanultam Vivaldi-tól, én nagyon szeretem őt, és Vivaldi mindig úgy állított föl a színpadra a műveket, hogy ha valaki úgy érkezett, hogy fáradt, hogy elcsigázott, hogy hozta a napját, minden baja van, vagy csak nem ért hozzá. Bejött a koncertre, és ilyen mélységben tudott élvezni egy Vivaldi darabot. A mai napig így van, szeretjük, könnyen érthető, de hát Vivaldi mégiscsak pap volt. Tehát ha valaki meg értett hozzá, akkor meg nagyon mélyre tudott merülni Vivaldi műalkotásainak a filozófiájába. Tehát én ugyanezt szerettem volt volna. Volt teológiai üzenete is akkor ezek szerint Vivaldinak? Inkább életüzenete volt. Egy alkalommal azt majd fogok itt neked egy flipchartot és felrajzolom mondjuk a négy évszakot, hogy hogy megy végig az egész életen a négy évszak, ugye a tavasztól a télig, a születéstől a halálig, és hogy ezt hogy támasztja alá Vivaldi zenével. Nagyon érdekes. Amit én ebből a gyakorlatból ültettem át, hogy azt szerettem volna, hogy aki majd jön először egy ilyen koncertre, az érezze jól magát a felszínen. Ha kell, akkor csak annyi, hogy jó zenéket hallgat. De ha valaki most van itt 20-szorra, akkor hadd kapjon valamit, ami ennél sokkal mélyebb, sokkal több, és megkapja ezt az összekötő szövegekben, a zenetörténeti idegenvezetésben. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy fognak hazamenni a hallgatók a koncertről, hogy bejönnek a Földön, és remélhetőleg egy pár centivel a Föld fölött. De ez meg ilyen művészi küldetés. Tehát én nagyon, nagyon azt gondolom, hogy ha egy művész csak meghökkenteni akar, ha minden áron ki akarja mozdítani a hallgatót a komfortzónájából, ha a saját lelki baját úgy próbálja megoldani, hogy ezt a hallgató elé viszi, akkor ez nem is igazi művészet. Én nálam a művészet ott kezdődik, hogyha arra törekszünk, hogy legalább egy hajszállal följebb emeljük a ránk bízott
hallottakat, legyen szó festőről, irodalmáról, színművészről, zenészről. Ha aznap találkoztunk, akkor érjen úgy véget az este, hogy egy kicsit emelkedettebben folytatjuk az életünket. Erre törekszünk. Ugye ezt mindig megszokhatták a koncerteden, hogy gyakorlatilag nagyon sok háttér és érdekes információt, amit most itt részben megosztottál velünk, kaphatnak. Azt már a beszélgetésején említetted, hogy ugye karácsonyi koncert Bach nélkül hát nincsen. Hogy áll össze évről évre a fejedben ez a karácsonyi műsor, hogy mi kerüljön a repertoárra? Hát ennek egy része technikai, mert nagyon sok klasszikus zenei koncert vérzik el ott, hogy nincs átgondolt műsor. Tehát attól az még nem koncert, hogy egymás után eljátszunk egy csomó darabot. Tehát az maximum egy ilyen zenebemutató. Koncerté, élményé ott válik, hogy komoly gondolat van abban, hogy mivel ragadjuk meg a hallgatót rögtön a koncert elején, és rántjuk ki őt a hétköznapi világból, ahonnan érkezik. Mivel emeljük még magasabbra, mivel mélyítjük el azt, hogy ő ott van, és most egy másik világban létezik, és aztán mivel engedjük haza egy hangversenyről. Tehát, hogyha ennek nincs meg a megfelelő technikája, akkor az nem elég jó koncert. És ez egyébként veszélyes, mert abban a világban, amikor a klasszikus zene mondjuk nem az elsődleges az emberek listáján, hogy én fú, ma mindenképpen valami ilyet akarok, akkor nagyon komolyan kell versenyeznünk, és olyat kínálunk, hogy rögtön elsőre, ha ott van a hangversenyen, akkor azt mondja, hogy fú, ide vissza akarok jönni, hol játszik a csávó legközelebb, mikor jön legközelebb. Tehát ez ennek egy része egy komoly, azt nem mondanám, hogy tudomány, de egy sok átgondolás van mögötte. De aztán a vége meg mindig az, hogy én elviszem egy pontig, ellöködöm egy pontig, és azt látom, hogy szinte minden alkalommal megakadok így egyedül. Aztán úgy megálmodom. Most ha nagyon vallásos volnék, azt mondanám, hogy a Jóisten átlököd a végén, ha kevésbé, akkor azt mondanám, hogy a kollektív tudatalatti, vagy az univerzum, vagy valami, de valahogy összeáll mindig, hogy aztán utána nem panaszkodik a közönség, sőt, azt mondják, hogy ők feltöltődtek, hogy egy ilyen lelki akkumulátor töltő volt. Könnyű most őket kérdezni, hogy milyen volt, mert Facebookon azonnal megírják, hogy érezték magukat. Szóval szerencsés ez a helyzet. Az is egy izgalmas dolog, nem tudom, hogy a nézők mennyire tudják azt, hogy nem mindegy, hogy ugye milyen hangszeren játszik az ember, és én egy ilyen kis izgalmas részletként véltem fel nem olyan régen itt a Szent Sebestyén templomban a Requiem koncerten, mintha te koncert orgonádat láttam volna, ez helyes ez meglátás helytálló, volt? Igen, kölcsönkérték, egy nagyszerű koncert volt, Ács János barátomék, Ács János vezényelt, Ács József orgonált, a 10 zenekarotok, Székesfehérvár zenekara, Alba Régia szimfonikusok, ha jól tudom, így ez a pontos nevű, ők játszottak. Gyönyörű koncert volt, még én is eljöttem meghallgatni, régóta terveztem, és valóban kölcsönkérték a hangszert, úgyhogy most kivételesen nem én játszottam Fehérváron az orgonámon, hanem ők játszottak rajta, de aztán írtam is a Facebookon, hogy most csak az orgona játszott, de én is fogok majd decemberben rajta játszani. Mi a különlegesség ennek az orgonának? Nyilván az, hogy cipelhető mobil orgona, de hát gondolom, hogy nem terem ilyen hangszer minden bokor alatt, hogyha fogalmazhatok így. Hát minden bokor alatt nem. A különlegesség az, hogy egy felépített orgona az limitált, mert egész egyszerűen nem fér be. Például ide a Szent István teremben mondjuk beférne egy ilyen 30 síp soros orgona, és már azzal is megtelne a nagyja a Szent István teremnek, de az enyémben 700 síp sor van. Tehát olyan színgazdagságot teremt, vagy színgazdagságra, vagy ha palettát emlegethetek itt a magazin nevében, ez egy nagy színpaletta. És az orgonálásban pont az az izgalmas, hogy az ember nem egy hangszínnel letolja a koncertet, tehát attól elfutnak az emberek. Hát tömeget lehet oszlatni azzal, hogyha valaki unalmasan orgonál. Hanem pont az a lényeg, hogy a árnyalatnyi különbségeket, hogyha használ, akkor az olyan, mint egy hangfestmény. És én ezzel szeretek sokat bíbelődni, hogy
hogy tényleg mint egy ilyen impresszionista kép olyan legyen egy-egy műalkotásnak a hangképe, és akkor utána azt mondja a hallgató, nem is pont semmit, csak hátradől és nem jut szóhoz, akkor jó. Ha meg tudja fogalmazni, hogy ez volt, az volt, akkor az talán el is elnagyolt munka volt. Tehát 700 féle hangszín, most gondolj bele. Nagyon rengeteg. Ebből csak fuvolából van közel 100, csak trombitából több mint 30. És kiválaszthatom, hogyha kiáradni akarok a Jupiterrel, akkor melyik trombitával szeretnék kiáradni. Hogyha a Vénusszal úgy akarok megszólalni, hogy hát azért a Vénusz, a szerelem, a istennője, az nem egy ilyen mai csitri, aki fölvesz egy ilyen rövid gatyát, és akkor minden látszik, aminek látszani kell, hanem az egy fájtlon túl van, és a fájtlon túl is csak sejtett dolgokat. De azért eljutunk a darabban egy olyan pontra, amikor meglátjuk, és akkor annak ellenére, hogy gyengéd és ölelő, annak ellenére nem tudunk más tenni, mint letérdelni és szóhoz se jutni. Most ez pedig, hogy az ember hogy játssza el egy fájtlón keresztül, ami egy olyan, mintha egy vonós kar szólna, mondjuk egy oboával. Ez, hogy ez hogy tud szólni, erre ad lehetőséget egy ilyen színgazdagság. Én borzasztó állás vagyok a sorsomnak, hogy erre lehetőségem van. Hát december 17-én és 18-án ezt ismételten átélhetjük és megtapasztalhatjuk. Remélem, itt Fehérváron. Mindenképpen köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk tovább, hiszen két témával folytatjuk még a mai magazint. Újházi Péter kiállítása nyílt meg a Csók István képtárban az elmúlt hétvégén. A képzőművész fél évszázad alkot Székesfehérváron. Az elmúlt 50 év munkáit felölelő tárlaton gazdag életművet tekinthetnek meg az érdeklődők, a kezdetektől egészen mostanáig. Megnyílt Újházi Péter képzőművész új kiállítása a Csók képtárban. A külön utazás tereit című tárlat az alkotó tereit, inspirációinak helyszíneit, színtereit hivatott bemutatni Izinger Katalin rendezésében. Végig gondoltam, hogy mi az a dolog, mi az a téma, amivel még nem foglalkozott talán újházi kiállítás az elmúlt 50 évben, hiszen főleg a műfajait szokták kategorizálni, tehát nagyon jól lehet őt rendezni műfajok szerint, dobozok, lombképek, életképek, történelmi képek. Az volt a nehéz, hogy mi az, ami még nem volt, és azt találtuk ki, azt találtam ki, hogy a terei, a helyszínei, ahol ő él, ahol ő alkot, ahol utazott, illetve a belső terei, amiken gondolkodik, amik visszatérő témák, és egy utazásra várjuk tulajdonképpen itt a látogatókat, egy nagyon különleges tér épült itt föl, Gerhes Gábor látványtervező, képzőművész, de ebben az esetben látványtervező segítségével. A látogató megtapasztalhatta az elmúlt fél évszázadban, hogy Újházi mindig egy nagyon önálló festői szemléletet képviselt. Művészi formanyelve sajátosan könnyed, már-már gravitáció nélküli, térszerkesztése több nézetű. Képeinek, szobrainak kerete nem lezárja és egybefogja, hanem megnyitja és a végtelenben folytathatóvá teszi műveit. Önironikus elbeszélő festészetében egyszerre íródik a történelem és a mindennapok krónikája. Hát hogy kezdjem el? Az elején. Nehezen áll össze a fejembe is, nehezen áll. Szóval szinte nincs egy képem az egészről, pedig lehetne, mert hasonlítanak egymásra. Szóval nincs is új gesztus, nem is. Néha született új gesztus mutatvány, de minden esetre én csináltam. Valaki viszont itt lent azt mondta, hogy ki csinálta a kerámia szobrokat. Hát mondom én. Ő nem is látott tőlem még szobrot. Szóval például a kerámiákat. Ezt nem tudom kívülről, hogy lehet. De összetalálkozik a képekkel azért ez a Lukas kerámia, azt hiszem legalábbis. Izinger Katalin megkísérelte megmutatni a tematikai műfaji sokszínűségből az emberi és természeti világ kiszerűségen és nagyszerűségen filozofáló művész gazdag arzenáljából a javát, az általunk csak alig ismertet, amiben Ecsedi Mária, a művész öröktársa is segítségére volt. Én
azt tudom, hogy milyen volt a valóságban, hát megállás nélkül ezt csinálta, megállás nélkül dolgozott, mondhatni mániákusan, ami azért nem tesz rosszat egy ilyen típusú feladatnak, ami az ember előtt áll. Ha valaki festészetre adja a fejét, akkor az csak úgy lehet magas szintre vinni, hogyha az ember aztán azt csinálja mindig. Akkor is, ha nem csinálja, effektíve nem fest, de foglalkozik vele folyamatosan. Dobozok, piramisok, ügyirat, grafikák, leporellók, mind egy-egy részlet a világból, akár egy színpadi előadás, ahol a szereplők eljátszanak valamit az életünkből, s a részben mindig ott az egész. Képein kiteríti, megforgatja, felszabdalja a teret, sajátos viszonyrendszerbe állítva figuráit, és mi csak nézzük őket, és gondolkodunk, milyen jó nekünk. Hargita Ivár rendezésében mutatta be a Vörös Marti Színház Shakespeare Rómeó és Júlia című darabját. A veronai szerelmesek szerepében Ladányi Júliát és Kovács Tamást köszöntheti a közönség. A Rómeó és Júlia az a darab, amely a líraiság és a tragédia szintézisének örökérvényű remeke, párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte, örökké aktuális élethelyzetek, amellett, hogy a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a darabban, Hargita Iván rendezése pedig átörökíti a mába. Klasszikus, attól klasszikus, nem azért, mert régen írták, hanem attól, mert olyan tehetséggel írták meg a művet és olyan problémákról, amik fönn tudtak maradni az idő rostáján. Tehát az nem csak önmagában azért, mert szép, hanem azért, mert olyan tehetséggel lett ez megírva. És hát ettől adja magát, nem kell különösebben, egy bonyolultabb gondolatot ráerőszakolni, mert önmagát működteti. Édes Júliám! Szépséged engem is meglágyított. Higgá, olvad bennem az önérzet. Rómeó. Merkúciónak vége! A felhők fölött járt már eddig is, te most túl messze juttál a földet! Ez a sötét nap. Sok újnak a kezdete. Kovács Tamás Rómeó szerepében bizonyította, hogy milyen színészi eszközökkel lehet és érdemes megfogalmazni a topzódó életvágyat, a létezés fő misztériumát, a szerelmet, ami az élet maga, és a halált. Főhőssé a viszonzott szerelem csodája avatja, aki érzelmeit követve impulzívan cselekszik. Az ember az összes színészi eszközét próbálja bevetni, hogy megjelenítse ezeket a dolgokat. És szerintem azért izgalmas ezt a szerepet játszani, mert nagyon nagy amplitúdókon mozog, és 4 nap leforgása alatt megél egy életet ez a figura. És hát ilyenkor az ember bele tudja tenni az összes csalódottságát, fájdalmát, és az összes érzését is. Mi vesz majd szobámba az éjszaka szárnyai, mint hollótollán apró hópihe. Gyere, finom éjszaka! Gyere, fekete szemöldökű éjszaka, és add nekem az én Rómeómat! Ha pedig meghal, rakd fel a kicsi csillagok közé, és olyan szép lesz tőle a mennyország, hogy a világ szerelmes lesz a sötétségbe, és nem törődik a rikító nappal. A végzetszerű halál költői és drámai megfogalmazása rendkívüli kihívás Júlia számára, ahogy a szenvedély és a józanság párban járó őszintességének megformálása is. Nem a halálát volt nehéz megvalósítani, hanem azt az életet megkeresni, amit ő él, vagy az őszintességét. Egy fiatal lány, aki mindent megtesz ezért a fiúért, aki hirtelen belekerült az életébe, és feladja a saját magát. Hallasztok kátát! Gyere, te patkány van!
cicán, csak 9 életed közül az egyiket. Amellett bátorkodnék belepiszkítani a maradék 8-ba is. Na. Merkúció a Virtus... Még egyszer. Merkúció a virtuóz komédia megtestesült szelleme, és így korai vesztével a tragédia visszavonhatatlanságát példázza. Talán egyfajta katalizátorként működik, hogyha a történet egészét nézem. Tehát azokat a szituációkat mozgatja, vagy hogy így ő általa jönnek létre, például a bál, és vagy a végén ugye ez a párbaj, ami tulajdonképpen a Rómeónak a sorsát okozza, vagy jelenti. És ebben van neki jelentős szerepe, illetve hát az, hogy kifejezi azt a gondolatiságot talán, ami a Rómeót jellemzi, de talán nem bomlik annyira ki. Vagy hogy igazából én úgy érzem, hogy ez a Rómeónak az egyik tulajdonsága is, ugye később a darab folyamán, tehát az, hogy ők barátok, az annak tudható be, hogy vannak közös vonásaik, amik itt a történet során válnak élővé. Rendes patikus! Nem csapott be! Csókkal halok meg! Hargita Iván rendezése teli találat minden pillanat tükrözi azt a szándékot, hogy érvényessé és hitelessé tegye a mindenkori ifjúság kétségekkel teli megdicsőülését és az értelmetlen halál elutasítását. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Paletta magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!